Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, kedvcsináló következik, és aki előadja Pécsi István a Kincsem Park és a Kincsem Nemzeti Kft. Ügyvezető igazgatója, mert hogy szombaton vasárnap food truck show lesz a Kincsem Parkban. Már pénteken is. Már pénteken is food truck show lesz, meséld el, légy szíves. Igen, csak annyit, hogy nyilván ott ugrott be a szombat vasárnap, hogy ezt a két napot élőben közvetítjük. Igen. Újra a Sport a legfontosabb televízióban része. A Sport 2-n. Hát elindul a fesztivál szezon a Kincsem Parkban, minden szezon, vagy minden évszakban egy fesztivál, a tavaszi lóverseny és food truck show-val kezdünk, három nap alatt számtalan verseny pénteken. Eszünk, iszunk, szórakozunk? Így van, így van. Hát ugye évek óta ez a legdinamikusabban fejlődő és azt gondolom leginkább működő rendezvénysorozatunk. A tematika, ahogy a neve is mutatja, az étel és az ital. És pénteken este kezdünk majd Agárral és Ügetővel, lóverseny az éjszakában versenysorozat első állomása, szombaton az Ügetőké a főszerep, két kiemelt nagy versenyen, a Ferge László emlékversenyen és a Boros Jánkai Tamás emlékversenyen, az egyikben a három éves lovak futnak, a másikban az idősebbek, ráadásul két futásban is találkoznak majd. Vasárnap pedig a főszereplők az angol telivérek, hiszen galopversenyeket rendezünk, két nemzeti galopligás futam is lesz aznap, a Batthyány Hunyadi díj és a hármas korona első ága, a három évesek legnagyobb tavaszi versenye, a nemzeti díj. Szakmailag így tudnám összefoglalni a háromnapos programot. Szakmailag, de ugye a főszereplőről beszéltél az imént, ha nem szakmailag nézzük ezt a dolgot, akkor főszerepben az evés, ivás is. És a család. Mert hogy itt nem nagyon látni olyan résztvevőt, aki mondjuk nem a versenypályán van, akinek a kezében ne lenne valami enni vagy innivaló, mert hogy azért ez fantasztikus dolog lesz, amit ide összesűrítettetek. Így van, ahogy említettem, ez az egyik legszebben épülő brandünk, ez a lóverseny és futrak összeolvadása. Kétszer is rendezünk ilyen tematikus hétvégét, egyszer tavasszal és egyszer ősszel. Közé jön majd a Derby Fesztivál júliusban, és lezárjuk majd az Ügető szilveszterrel. De úgy, ahogy mondtad, ez egy nagyon-nagyon komplex szórakoztató akinek esemény. Még nem egyértelmű a futrák. Elmondanád, hogy miről szól ez a történet? Belépünk mondjuk a kapun, és igen, aztán mi történik? Hát 50 minőségi futrak autóval találkozhatunk, guruló gasztronómia a legjava. És azért mondom, hogy minőség, mert sokkal több futrak autó van Magyarországon, de a szervezők, Vad Horváth Zoliék évek óta arra törekszenek, hogy mindig csak a legjobbak tudjanak itt megjelenni. Egyébként itt van az év futrak autója választás is, tehát abszolút garantált a legmagasabb színvonal a gasztronómiában. És neked volt időt kipróbálni? Hát természetesen az évek alatt azért én is kipróbáltam már sok mindent. Azt ne kérdezz meg, hogy melyik a kedvencem, de nem melyik szeretnék. Műfaj? Nem kell név szerint. Én egy kicsit konzervatív vagyok, én kipróbáltam sok mindent, de mindig a hamburger típusú gyors ételekhez. Az konzervatív, aki a hamburger típusú gyors ételeket hát szereti? A futrekesek nem nagyon szeretik, mert már abból a szempontból, hogy a világ azért nem erről szól. Tehát a külföldi futraksókon nyilván ott megjelenik a hamburger, de ott nagyon széles spektruma van ott a gasztronómiának. Itt azt lehet mondani, hogy nagyon jelentős hányadában a különböző kocsiknál hamburgerrel találkozunk. Nyilván különböző formájú, meg fajtájú, meg a minőség, nem mondom minőség, mind magas minőségű. Én több mindenben már ott belekaptam, belekóstoltam, de én azért mindig maradok a hamburgernél, ugye ezek a kézműves hamburgerek tényleg egészen különleges minőséget képviselnek, de én nem vagyok egy gasztroblogger, tehát erről azért túl részletesen nem tudok beszélni, de finom, és hogy népszerű, az biztos. És hogy van ez a világban, illetve mennyire más ez Magyarországon? Tehát a világban, hogyha elmegy az ember egy ilyen eseményre, akkor min van a fő hangsúly? Hogy oszlanak el ezek a százalékok, hogy azért megyek, mert akarok látni egy gasztrofesztivált, azért megyek, mert szórakozni is akarok közben, azért akarok, mert lóversenyt is akarok látni közben. Hogy van ez kint, és hogy van ez itthon? Hát, hagyd legyek kicsit szerénytelen, ezt a fajta párosítását a két rendezvénynek, ezt Magyarországon mi kezdtük el. Vannak már követőink, többek között az Egyesült Államokban. Én ott látom, mi vagyunk a minta? Igen, én ott látom, hogy igazán jól ott tud működni, ahol ilyen szervesen összekapcsolódik, mint nálunk. Tehát a kommunikációtól kezdve, ugye marketingen át, egész a rendezvény szervezésig a két rendezvény nagyon össze kell kapcsolni. Tehát az Egyesült Államokban az egyik kollégám kint volt, ott úgy volt, hogy volt egy kerítés, mellette gasztrofesztivál, és mellette lóverseny, de nem volt meg a keveredés, és nem tudott olyan jól működni. Nálunk lényegében ugyanannyian esznek, mint amennyien lóviznak. Természetesen, amikor ezt elindítottuk 2015 őszén, akkor a hívószó a
gasztronómia volt. Mert ez már azért jobban beindult Magyarországon. Mert azt már igen, jobban ismert, ez nagyon trendi dolog most, a közösségi médiában például rettenetesen jól pörög az egész kampányunk, folyamatosan nő az érdeklődőknek a száma. Hozzáteszem, hogy még az elmúlt évekhez képest is most hatalmas az érdeklődés, de azért ez sok mindennek köszönhető. Ezt már a lovinak is tulajdonítod egyébként? Egyértelmű, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy rájöttek az emberek, hogy nagyon jó dolog enni fél óránként valamit ott a food truck autókból, de azért jönnek a lóverseny futamok, meg közben a gyerek is jól érzi magát, tehát annyira komplex családi programot. Hát azért, mert van számtalan olyan ingyenes családi programunk kint szabadtéren, amit szeretnek a gyerekek. Nyilván az állatsimogató, meg a ponilovaglás, meg a kézműves foglalkozások azok az alap, és van néhány meglepetésünk minden évben, meg a póniversenyek, meg önmagában már maga a lóverseny hangulata is megfogja a gyerekeket, közelről versenylovakat látnak, szurkolnak, a szülők pedig fogadnak. Ez azért érdekes dolog, mert sok alkalommal hallom, hogy a szülők egy kicsit óckodnak attól, hogy gyereket vigyenek a lovira, mert hogy megvan még mindig ez a sztereotípia a fejekben, hogy ez szerencsejáték, ez nem lesz jó, de nem viszek gyereket, mert rá fog szokni, és akkor onnantól kezdve soha többet nem lesz pénze a családnak. Jó, én amiről te beszélsz, azért ez a 80-as éveket jellemezte, meg a 90-es éveket, de mióta családi központú fesztiválokat szervezünk, én azt gondolom, hogy az egész lóversenyzésnek a megítélése, a megközelítése rengeteget változott, de természetesen te is az évtizedekig ezt hallhattad, tehát ez valóban benne volt, vagy a Sose halunk meg című film is ezt sugallta. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a világon, a különböző országban, sőt különböző kontinenseken máshogy közelítenek a lóversenyhez. Tehát ha elmegyünk Ázsiába, meg lemegyünk Ausztráliába, ott sokkal inkább ez a felnőtteknek a sportja, viszont itt Európában azért jó néhányan hozzánk hasonlóan családi programot próbálnak ebből csinálni. Ennek az az oka, hogy egyrészt, amit többször elmondtam már, hogy generációk életéből maradt ki a lóversenyzés, másrészt pedig, hogy így tudjuk az egész család számára elérhetővé, meg szórakoztatóvá tenni ezt a terméket, amit én lóversenynek hívok röviden. És hát nem titkolt cél, hogy ők fiatalon már beleszagolnak a lóverseny levegőjébe, ez nem azt jelenti, hogy ők elvadult szerencsejátékosok lesznek, hanem ennek a nagyon klasszikus sportnak a rabjaivá válnak. Én is az vagyok évtizedek óta, és mégsem mondhatom magam nagy játékosnak, még igazából kicsinek sem, mert engem kimondott ottan a versenyeknek a szépsége, a látványa és a sportérték, ami megfog. És egyébként kit könnyebb kicsábítani? Kit volt könnyebb az elején kicsábítani, a felnőtteket, vagy pedig a családokat? Mármint úgy értem, hogy az egyedülálló felnőtteket gyerek nélkül, vagy pedig a családokat? Szerintem családokat könnyebb most mindenhova kicsábítani, mert ugye nekem is vannak gyerekeim, és a gyerekek azért alapvetően meghatározzák egy családnak a hétvégi szórakozását, és hogyha olyan programot tudunk kínálni, ahol jól érzi magát a gyerek, akkor ő majd rábeszéli a felnőttet. De azért a fiatal felnőttek, tehát a 20 maximum 30 évesek korosztályból is nagyon sokan jöttek, ezek kimondottan food trucknak például. Tehát azért volt egy jó kapcsolódás, mert azt a 25-40 év közötti korosztályt tudtuk ezzel megfogni, akik között nagyon sok van még, aki egyedülálló, de nagyon sok már családos is van, szóval szerintem nagyon jó úton járunk. Mi szombaton vasárnap 14 és 19 óra között közvetítjük majd a Sport 2-n ezt az eseményt. Nem beszéltünk még egy dologról, mondtad, hogy lesznek kiegészítő programok például a gyerekeknek, de például a felnőtteknek koncertek, egyebek lesznek-e? Hát utcazenészek, artisták, amik ahhoz a hangulathoz hozzá tartoznak. Nyilván, akik voltak már a Kincsenparkban Food Truckson, tudják, hogy mire számíthatnak. Egy egészen különleges jellüktetése és hangulata van, ez nagyon nehéz elmondani egy televízióban. Én azt gondolom, hogy bízunk benne, hogy legalább olyan jó idő lesz, mint az elmúlt hétvégéken volt, így két nap múlva akkor vágjunk bele. Szerintem érdemes kijönni akár mind a három nap, a food truck miatt is, mert mondjuk annyi autó, hogy nem lehet végenni egy nap alatt, és mind a három nap sportszakmai szempontból teljesen más fogunk kínálni. Hova tud még fejlődni ez az esemény azok után, amit most itt meg tudtunk beszélni? Hát sportszakmai szempontból mindenképp, ez illetve a többi fesztiválnál is kitűztük azt, hogy minél magasabb színvonalat próbáljunk elérni az idei esztendőben, próbáljuk a nemzetközi jelenlétet erősíteni, ez különösen majd szeptemberben lesz kézzel fogható, hiszen két olyan versenyt is beraktunk az őszi food truck show és lóversenynek a programjába, mind a galop, mind az ügető szakákban, ami már nemzetközi mércével is egy komoly verseny lesz, és úgy bízunk benne, hogy vissza tudunk lépni Európa lóversenytérre.
térképére. És hogy érzed most például, vannak már érdeklődők külföldről? Vannak, így van, most is lesznek külföldi lovasaink, hajtóink, illetve versenylovaink is, de ebben az időszakban a környező országban nagyon sok nagy verseny van. És ami a fesztivál részét illeti, az odaérkezők döntően magyarok, vagy vannak már külföldiek is, akik tudják, hogy ott van ez a naptárban, és kifejezetten ide is kilátogatnak? A nagy része a látogatóinknak magyar, de a turisztikai különböző ügynökségek, illetve társaságok, akik foglalkoznak beutaztatással, már folyamatosan ajánlják ki, mert úgy érzik, hogy ez egy bukhatatlan program, mert olyan külföldivel még nem találkoztunk, akit nem tudta magát jól érezni. Hát reméljük, hogy sokan láttak, hallottak téged, mert azt hiszem, hogy ha te valamiről beszélsz, akkor az embernek mindig megjön ahhoz a kedve, úgyhogy érdemes lesz majd akár a helyszínre ellátogatni, akár hogyha valakinek erre nincs ideje, de szívesen látná, akkor minket nézni szombat-vasárnap. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm a lehetőséget, és valóban várunk mindenkit nagy szeretettel. A kedves nézőknek meg köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.